Ez az utolsó versenyzőnk következik. Ezzük. Nagyon erős a DKTV, és nagyon jó. Várjál. Nem úgy. A videó olyan, ha végét szeretem, szerintem az a fontos részem. Ja, az nagyon fontos. Ez jó, hogy ezzel zárunk a két. Igen, szerintem is egy, ez apátiából egy kicsikét megpróbálunk kirángatni mindenki. Amúgy, azzal, hogy vér, az, hogy rendesen. Nem fog kilógni a két farkú, az lesz a legjobb. Nagyon spoilerek vannak, itt most már inkább elindítom. Na hát, pedig olyan meggyőző mondtad, hogy elhittem. Igen. Jó, hogy minden nap elmondják az ellenzéki pártok, hogy Orbán Viktornak le kéne mondania. Nagyon jó, hogy működnek továbbra is Budapesten azok az ellenzéki tagokkal teletömött vagyonnyilatkozat ellenőrző bizottságok, amiknél értelmesebb dologgal semmiképpen nem lehetne tölteni az időt, de a legfontosabb feladat az ellenzéknek, hogy összefogjon és örökké életben tartsa azokat a pártokat, mondjuk a Jobbikot, vagy az MSZP-t, vagy az LMP-t, vagy a Párbeszédet, akikre már élő ember nem akar Magyarországon szavazni. Ez a dolgotok, csináljátok keményen, hajrá, ezt majd levágjuk a végén. Magyar Kétfarkú Kutyapárt 2026-ig mindenképpen szeretné elérni 2024-et és 2025-öt is. Összességében hasonló unalmas dolgokat fogunk csinálni, amit eddig. Úgy látjuk, hogy ezeknek van értelme, ezzel lehet megmozgatni minél több embert is cselekvésre rábírni, és ezzel bevonni a közösségbe. Célunk, hogy minél többen, minél több helyen és minél olcsóbban csináljuk mindezt. Az Európai Uniós kampány rendkívül fontos, meg szeretnénk nyerni azt a választást is, ezért Európa minden országában el fogunk indulni, és akkor így többséget tudunk szerezni. Az önkormányzati választásra szintén készülünk, földalatti laboratóriumokba képezzük azokat a passzivistákat, jelölteket, akik minden önkormányzatban többségbe kerülnek, és csinálják majd azt, amit kell. Ezt Orbán Viktor is elmondta, nem? Hogy laboratóriumban tenyészt. Ja igen, a vírus. Ez két forrásban meg van erősítve, akkor ez így van. A legvégét azt persze, nem szeretném, hogy leváll, az a legfontosabb szerintem. Nem jó. Jó napot kívánok, utca embere vagyok. Ha valaki rám kerest, akkor a Facebookon az embere utca, mert akkor még amikor úgy volt, akkor mindegy így maradt. Én nem szeretnék nyilatkozni, de azt ezt elmondanám, hogy hiányolom a víziót. Teljesen korrekt. Kutyapárt még mindig a legérdemesebb ellenzéki pár. De bocsánat, mert azt is hozzáteszem, hogy én azért nem tudom hány éve láttam utoljára őket ennyire viccesen, vagy ennyire viccesnek. Hát mikor voltak viccesek utoljára? Már nem azért mondom, de most sikerült ezt. Hát igen, azért nem segített nekik se, hogy a normál politika is olyan szintekre alacsonyodott, hogy ezt már nehéz kipalodizálni. Amiért a South Park is bajban van, hogy igen. A külföldön. De. Ja, volt ezzel pár probléma. De egyébként ugyanezt éreztem a House of Cards-nak, amikor megválasztották Trumpot, hogy? Szóval, hogy visszasívjuk el Frank Underwoodot, nem Kevin Spacey-t, ez tök más, de Frank Underwoodot. Írjátok meg kommentben, hogy ez alapján hét párt volt? Hét. Kit választanátok? Bár nem mindegyik videó néztük végig, de a pártok ezt kirakhatják a saját csatornáig. Igen, és a DK-nak és a Mi Hazánknak az a büntetés, hogy rájuk még csak kommentben se lehet szavazni most ez így van. Szóval. Ki fogjátok azokat szelektálni? kiszűri az algoritmus. Amúgy én azt vettem észre itt a kutyapártosban, hogy ők voltak azok, akik elviccelték, és mégis ők mondtak a legtöbbet. Hogy azt mondták, hogy folytatják azt, amit csináltak eddig. Azt legalább lehet látni, hogy mi az, amit... A Fidesz is el tudja mondani. Tessék? Ezt a Fidesz is elmondta. Hát jó, azt is lehet látni, hogy ők mit csinálnak, csak az... az más kérdés, de az ellenzéki pártoknál meg jellemzően nem nagyon. Tehát az, hogy így eltéblábolunk tüntetésekre néha beszédet mondani, vagy nem tudom. Uh-huh. Ki nyerte nálatok? Hát figyelj, most úgy érzem magam, mint voltam egy diák zsűri egy ilyen diákfilmfesztiválon, és akkor ott a kávé ez volt, hogy volt, aki audiovizuális szempontból kiemelkedett, volt, aki tartalmilag, volt, aki formanyelvileg. Hát nehéz megmondani. És tudom. Nem a kutyapárt, de én sajnos nehezen tudtam elvonatkoztatni a háttér ismereteimről.